Az Úr legyen veled, hő! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Húsvét vasárnap ketten a tanítványok közül egy Emmaus nevű faluba mentek, amely Jeruzsálemtől 2-3 óra járásnyira fekszik. Útközben megbeszélték egymás között mindazt, ami történt. Míg beszélgettek és vitatkoztak, egyszerre maga Jézus közeledett feléjük, és hozzájuk szegődött. Ők azonban nem ismerték meg őt, mert látásukban akadályozva voltak. Jézus megkérdezte őket, milyen dolgokról beszélgettetek egymással útközben? Erre szomorúan megálltak, és egyikük, akit Kleofásnak hívtak, ezt válaszolta neki. Te vagy talán az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudja, mi történt ott ezekben a napokban. Ő megkérdezte. Miért? Mi történt? Azok ezt felelték. A názáreti Jézus esete, aki szóban és tettben nagy hatású próféta volt Isten és az egész nép előtt. Főpapjaink és előjáróink kiszolgáltatták őt, hogy halálra ítéljék és keresztre feszítsék. Pedig mi azt reméltük, hogy ő váltja meg Izraelt. Azóta, hogy ezek történtek, már 3 nap telt el, és néhány hozzánk tartozó asszony megzavart bennünket. Hajnalban a sírnál voltak, de nem találták ott a holttestét. Azzal a hírrel tértek vissza, hogy angyalok jelentek meg nekik, akik azt állították, hogy Jézus él. Közülünk néhány el is mentek a sírhoz, és úgy találtak mindent, ahogyan az asszonyok mondták, őt magát azonban nem látták. Jézus erre így szólt. Ó, ti oktalanok, késedelmes szívűek, képtelenek vagytok hinni abban, amit a próféták jövendőltek. Hát nem ezeket kellett elszenvednie a messiásnak, hogy bemehessen dicsőségébe. Aztán Mózesen kezdve valamennyi prófétából megmagyarázta, ami az írásokban őróla szól. Közben odaértek a faluhoz, ahová tartott. Úgy tett, mintha tovább akarna menni. De azok marasztalták és kérték. Maradj velünk, mert esteledik, és lemenőben már a nap. Betért tehát, hogy velük maradjon. Amikor asztalhoz ültek, kezébe vette a kenyeret, áldást mondott, megtörte, és oda nyújtotta nekik. Erre megnyílt a szemük, és fölismerték. De ő eltűnt előlük. Akkor azt mondták egymásnak, ugye lángolt a szívünk, amikor útközben beszélt hozzánk, és kifejtette az írásokat. Még abban az órában útra keltek, és visszatértek Jeruzsálembe. Ott egybegyűlve találták a 11-et és társaikat. Azok ezzel fogadták őket. Valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak. Erre ők is elbeszélték, mi történt az úton, és hogyan ismerték fel Jézust a kenyértörésben. Ezek az evangélium igény. Amen. Kedves testvérek, az örömről és az öröm akadályairól szeretnék most egy picit beszélni a mai evangélium kapcsán. Jézus föltámadása a legnagyobb győzelem és a legnagyobb és legerősebb ok arra, hogy örüljünk. Azt látjuk a mai evangéliumban azonban, hogy közvetlen barátai, Jézus tanítványai
távolodnak Jeruzsálemtől, mennek haza, csalódottan, szomorúan. A mai történetből néhány nagyon világos ponton látszik az, hogy amikor nem örülnek, szomorúak, akkor miért nem örülnek? Az egyik az, hogy látásukban akadályozva voltak. Nem ismerték föl Jézust, aki ott volt előttük. Ez az egyik ok. Amikor nem ismerjük föl a mellettünk levő Jézust. Második ok az, hogy amit mondogatnak, tehát elmondják az elképzeléseiket, a siralmaikat, és nincs a szívükben hálaadás. Nem mondanak el jó dolgokat, hogy mi az, amit megköszönnek. A harmadik az, hogy nem hisznek azoknak, akik pedig elhozták már nekik a jó hírt, az asszonyoknak. Képzelődésnek tartják, sőt, szinte csak magzavarodnak. Hát, közülünk néhány asszony magzavar bennünket. Tehát valamiképpen, mintha az örömöt elutasítanák. Ez összefügg nyilván a kishitűséggel. Utána a következő ok, amit maga Jézus mond, oktalanok és késedelmes szívűek. Hát oktalan, vagyis nem érti az írásokat a Szentlélek fényében. Nem érti, hogy ennek így kellett történnie. Ez a négy ok nagyon nyilvánvaló az öröm akadályaiban. Most nézzük meg azt, hogy milyen segítői vannak az örömnek. Maga Jézus, hogy megjelenik, hogy ő ott van, és elkezdi őket végighallgatni. Tehát az öröm kifejlődésének egy nagyon jó lehetősége, hogyha oda megyünk Jézus elé, és elmondjuk neki őszintén, ami bennünk van, és arra is figyelünk, hogy ő viszont végighallgat. És miközben végighallgat, úgy valami elkezd már bennünk megváltozni. Tehát találkozni azzal az Istennel, aki végighallgat minket, és ez nagyon jó, hogyha megtörténik az emberi kapcsolatainkban is. Tehát, hogyha van olyan egészséges, normális kapcsolatunk, ahol valaki végighallgat minket, de úgy, mint Isten. Tehát nem csak bólogat, hogy igen, igazad van, végülis tényleg szörnyű az élet, és nincs is értelme, tessék, ez van. Tehát élő hittel tud valaki végighallgatni minket. A második az, hogy közben járja is az utat Jézus velük, tehát az egyfajta nehézség is, egy fizikai próbatétel ott abban az éghajlati körülményben, a melegben, vagy a szárazságban, a sivatagban, a kövek között mászkálni, a városok között. Tehát, hogy valaki vállalja azt, hogy velünk jár azon az úton. Tehát ezt úgy nevezzük, hogy együttérzés, kompasszió, együtt szenvedés. Tehát az öröm kialakulásának ez is az egyik feltétele, hogy van valaki, aki elkezdi velünk hordozni a terheket, aki imádkozik értünk, aki segít nekünk, aki türelmes hozzánk. Aztán a következő, ami szintén az öröm kifejlődéséhez vezet, végül szinte ugyanazok, amik a szomorúsághoz is vezetnek, csak más szempontból megvilágítva. Jézus megtérésre hívja őket, tehát egy picit úgy, nem is picit úgy rávilágít, hogy figyelj, ti nagy tévedésben vagytok. Nem örültök, nem vagytok boldogok. Késedelmes szívek vagytok, oktalanok. Tehát az, hogy valaki kívülről erre egy bizonyos ponton rávilágít, az segít abban, hogy eljussunk az örömhöz. És aztán, ami a végső dolog, hogy Jézus leül velük egy asztalhoz, mondjuk mai szóval, megünnepli velük a szentmisét. Hát ez a csúcs és forrás, ahogy mondja a II. Vatikáni Sinát, hogy Jézus a kenyértörésben megjelenik teljesen, és nekünk adja magát. Tehát ami örömünk forrása, az Jézus szava,
a megtestesült szava, a szent áldozás. 37. Zsoltárból egy idézet, 4. vers. Az Úrban leld gyönyörűséged, és ő megadja neked szíved kéréseit. Ugye mi volt ezeknek a tanítványoknak a központi fájdalma? Pedig mi azt reméltük, hogy ő váltja meg Izrael. Tehát azt reméltük, hogy ő majd segít. Hogy végre itt volt 3 évig csodákat tört, úgy tanított, mint senki más. Mindenféle dolgokat csinált velünk, de hát kivégezték. Ezt reméltük. De azért ebben van valami nagyon szép dolog, hogy ők legalább reméltek Jézusban. Mert ha nem is reméltek volna Jézusban, akkor végképp elzárják magukat a boldogságtól, az örömtől, a hittől, a fénytől, a megtéréstől. Ugye szó sincs arról, hogy Jézus a föltámadása után megjelenik az ellenségeinek, a főpapoknak, a véneknek. Később megjelenik Szent Pál apostolnak, vagyis akkor még nem Szent Pál apostol, hanem Saulnak, aki nyilván ellensége volt, de ott azért nagyon világosan látszik, hogy Saulban volt egy készség arra, hogy megismerje az igazságot. Hát ő azt gondolta, hogy neki van igaza, és ebben nagyon bátran bízott. Szóval az, hogy reméltek abban, hogy Jézus lesz az ő messiásuk, az egy nagyon fontos dolog. Tehát lehet, hogy mi is csalódunk abban, hogy milyen az egyház, vagy milyen a szentmise, vagy milyen a pap, vagy milyen a plébánya, vagy nem tudom, miben csalódunk. De azért az fontos dolog, hogy ennek elmére reméljünk benne, mert ha remélünk benne, akkor Jézus meg tudja tisztogatni azokat a reményeinket, és ki tud hozni belőle egy tisztább természet fölötti remény. Mert ha már nem is remélünk benne, akkor tényleg nem is tudom, hogy mit tudna Jézus csinálni. Maximum azt mondja, hogy figyelj, hát nagyon halott vagy. Jézus tanítványa, Szent Pál gyönyörűen beszél a lélek gyümölcsei között az örömről. Tehát ez a Szentlélek gyümölcse bennünk, ezt nem magunk alkotjuk, hanem ez a Szentlélek műve. Ugyanígy az imádság, a szeretet is, a hit, a békesség. Hallgattam tegnap este egy tanítást, azt mondja, hogy ha valaki teljes szívből ezeket a szavakat átélve kimondja, hogy Isten békét kívánom, az lehetetlen, hogy ne kapná ezt meg. De akkor viszont tényleg átélése és teljes szívből csak az kívánva mondja, hogy Isten békét kívánom. Tehát nem mást. Az Úrban lehet gyönyörűségedet, és ő majd teljesíti szíved kéréseit. Na de vannak akadályok, amiket Szent Pál is leír, a test cselekedetei, Galata 5.12. Tehát itt elsorolja a lélek gyümölcseit is, szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Ezek a csodálatos gyümölcsök. Na de mik azok, amik akadályozzák, hogy ezek kibontakozzanak? A test cselekedetei. Paráznaság, tisztátalanság, bujaság, bálványimádás, mágia, ellenségeskedés, viszálykodás, versengés, harag, veszekedés, széthúzás, szakadás, irigykedés, részegeskedés, tobzódás és hasonló. De ezekben nincs igazi öröm. Valaki ezeket csinálja, nem fogja megtalálni az igazi örömet, csak kizárad benne. És ez szörnyű, ez tragédia. De mi nem a tragédiában hiszünk, hanem a föltámadás örömében, és ezért Jézushoz fordulunk, és hisszük azt, hogy lángra lobban a szívünk, mert ő benne remélünk, és ő nem hagy cserben minket. Nem azt gondolta Jézus, hogy hát ezek az emmauszi tanítványok, ennyivel kevesebb, nem baj, majd hátha a többiből ki tudok hozni valamit. Nem, Jézus utánuk nyúl, elmegy velük egy jó darabban, és esélyt ad nekik. Lehet, hogy ha ezt az esélyt nem kapták volna, adott volna nekik másik esélyt. Ez csodálatos Jézusban. Reméljük, hogy nem az utolsó esélyünk,
a mai szentmise, a mai lehetőség az örömre, a megújulásra. De ha az utolsó lenne, akkor pedig használjuk ki, dicsérjük az Istent, és vele együtt örökké fogunk örvendezni. Amen. Valljuk meg hitünket. Hiszek az egy Istenben, mindenható